Sziasztok, köszöntöm az Egyetem TV és a Spirit O'Clock nézőit. Évelején gyakran teszünk fogadalmakat, és ilyenkor általában még bővelkedünk is motivációban, viszont ez az idő múlásával is inkább a nehéz helyzetekben drasztikusan le tud csökkenni. Ezért ebben a videóban megpróbálunk húsvér motivációs tippeket adni Weiner Kis Sándorral, életvezetési konzultánssal. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem nem is kezdhetnénk mással ezt a beszélgetést, mint azzal, hogy szerinted mit is jelent a motiváció. Azt gondolom, hogy a motiváció egy olyan energia, egy olyan erő, ami azért munkálkodik bennünk, hogy el tudjuk érni a céljainkat, legyen erőnk reggel akár csak felkelni, és hogy összességében vinni tudjuk a napot és a napi teendőket. Hát ez egy elég összeszedett kis definíció volt. Ugye megkülönböztetünk külső és belső motivációs faktorokat. Mik ezek és ezeknek milyen összhatása van? Szerintem nem igazán lehet külön választani a kettőt, mert a külső hatás az valami fajta szociális környezetből jövő inger, vagy egyfajta általunk kedvelt csatornáról jövő inger. Például ami... a pénz, akár hogyha a munkát. Például, igen. És ez igazából hatással van a belső énünkre, a belső hatásokra, és formál minket. És milyen belső motivációk lehetnek? Azt gondolom, hogy belső motiváció lehet például önmaga az az érzés, hogy vinnem kell a napomat, hogy azt a fajta sikert tudjam elérni, azt a nehézséget tudjam leküzdeni, ami mondhatni a következő szintre emel. Hogyha ugye mondtam a pénzt a külső motivációnál, akkor ennél lehet az a példa is például, hogy jól csináljuk a munkánkat, és sikeresek legyünk benne. Ugye? Igen, a sikeres munkának azt gondolom van egy olyan fajta hozadéka, hogy megéljük azt, hogy sikeresek voltunk a munkánkba, jól teljesítettünk. Általában ugye a munkánk az mutathatja az életünket, az élet érzésünket talán, vagy egy bizonyos szegmensét, mivel hogy általában a munkánk azok mi vagyunk, és ugye nyilván nem elhanyagolható, hogy ott van a pénzkereset. Nem tudom, hogy te mennyire tapasztaltad ezt, én ebből a pár évből, amióta így dolgozgatok, azt vettem észre, hogy főként a fiatalokat túlságosan motiválhatja akár a pénzt. Lehet, hogy van egy nagyon jó munka, de hogyha abba időt és energiát kell befektetni úgy, hogy nem jön vissza annyi pénz, akkor sokszor ott hagyják. Nekem volt is egy ilyen tapasztalatom, míg például én ott maradtam, tehát engem nagyon motivált az, hogy abban jót alkossak, és végül ez a hasznomra is vált. Úgyhogy én nem tudom, ezért gondolom, hogy oké, nyilvánvalóan mindenkinek meg kell élnie, tehát hogy főleg hogyha már így nem vagy diák, stb. Viszont azért az nem lehet túl jó, hogyha a pénz az elsődleges motivációs faktor. Erről mi a véleményed? Pályakezdőknél tapasztalom azt, hogy ez mintha egy ilyen szociális, szociológiai probléma lenne, hogy borzasztóan fel van gyorsulva a világ. És az emberek, főleg ugye a pályakezdők nem tudnak koncentrálni. Tehát egyszerűen egy pillanat alatt elmegy a figyelmük, nem tudnak odafigyelni, hogy kitanulják a szakmát, teljesíteni tudjanak abba a szakmába, összességében tenni tudjanak érte, hanem azonnal akarják a pénzt, a minél jobb megélhetést, minél kevesebb befektetett energiával. Mondhatnám, hogy ez egy elustult társadalom. Egy korábbi beszélgetésemben beszélgettem Kis Ádámmal, és ő is nagyon hasonlókat mondott, mint te, és nagyon megragadta azt, hogy ő elmondta, hogy 8 évig dolgozott ingyen a Schroder klubnál, és aztán láthatjuk, hogy milyen karriert futott be. Szóval az ilyen dolgok, az ilyen történetek szerintem szintén nagyon erős motivációs tényezővel bírnak. Igen, így gondolom én is. De lépjünk is tovább arra, hogy probléma lehet még az is, hogyha ugye a kognitív kapacitásunk véges, és ezt néha olyan apróságokra tudjuk így elhasználni, például ez a mit vegyek fel ma krízis, én is szoktam tapasztalni. Szerinted hogyan tudjuk ezt befolyásolni? Mármint, hogy mire koncentráljunk inkább, milyen apró trükkök vannak arra, hogy tényleg ne az ilyen butaságokra, vagy nem is butaságokra, hanem az ilyen elhanyagolható apróságokra veszítsük el azt a sok kognitív energiát. Ha felállítunk egy listát, hogy mire van szükségünk, mi az, ami ténylegesen fontos, ami előre visz, ami kell a napunk, a hetünk, a hónapunk, az évünk sikeres elvégzéséhez, és elérjük a kitűzött célokat,
Tehát kell egy fontossági sorrendet felállítani, hogy erre azért van szükségem, mert amarra azért van szükségem, mert, de azt gondolom, hogy az öltözködés is lehet egy fontos tényező, mert most teszem azt, vizsgára mész, vagy dolgozni jössz, műsort vezetsz. Igen, sajnos muszáj. Tehát azt gondolom, hogy egy öltözködés is lehet nagy kérdés, meg fontos kérdés. Nyilván ugye a mindennapokban az, hogy mondjuk teszem azt, odafigyeljünk, tényleg most szó volt a munkáról, vagy legyen szó akár az emberi kapcsolatunkról, főleg ugye most ebben a járványhelyzetben, hogy az emberi kapcsolatunkat ne anyagoljuk el. Egy fontossági sorrendet szerintem fontos felállítani, és azt se tartom problémának, ha ezt mondjuk így felírjuk egy lapra, kitesszük magunk elé, és rajta kapjuk magunkat, hogy akkor gondolkodunk, hogy akkor a lila zokni legyen, vagy a sötét lila zokni. Vagy ezt így előre szépen megírogatjuk, és akkor igen, tudjuk, hogy a kedd a lila zokni. Igen. Akkor sokszor az a probléma, hogy túl nagy célokat állítunk fel magunknak, és akkor folyamatosan elbukunk abban, amit felállítunk, kevés sikerélmény ér minket. Szerinted hogy tudjuk felfedezni a saját határainkat, felállítani azt, ameddig el tudunk menni, hogy tényleg sikerélményünk legyen? Szerintem erre egy szó a válasz, önismeret. És ennek a gyakorlása, ezt sokféleképpen elsajátíthatjuk, elmehetünk egy terapeutához, aki segít nekünk ebbe. Vannak nagyon jó önfejlesztői körök, amiben segítség lehet a közeli hozzátartozóinknak, a barátainknak, közeli barátainknak a véleménye. Nyilván oda kell arra figyelnünk, hogy ne minden véleményre hallgassunk, mert az ember nem tud jót csinálni. Tehát, hogy a mondást tartja, ha kérdezünk, hülyék vagyunk, ha nem kérdezünk, hülyén halunk meg. Hát igen, ez egy érdekes mondás. Neked volt esetleg ilyen tapasztalatod, hogy túl magas célokat tűztél ki, vagy esetleg, hogy pont jó célokat tűztél ki, és akkor ez miatt volt egy ilyen folyamatos visszacsatolás önmagadnak? Most én nem emlékszem arra, hogy túl nagy célt tűztem volna, de igen, én 16 évesen megvoltam róla győződve, hogy én majd rockstar leszek. De ez így nem volt túl reális, tehát a szüleim nem is vették komolyan meg a rokonaim, nem is lettem rockstar mellesleg. De igazából amiket már... Rockstar titulusodban vagy most itt. Végül is. De igazából amiket kitűztem már kicsit ilyen érettebb fejjel, vagy fiatal felnőttként, azok igazából sorra sikerültek. Nyilván vannak mindig nagyon megmérettetések, és hogy az ember személyisége fejlődik, és fejleszti magát tudatosan, azt gondolom, hogy egyre nagyobb célokat tűzhetünk ki, mert egyre jobb megküzdési stratégiánk lesz. Igen, ezzel abszolút egyetértek. Nekem például engem az iszonyatosan tud motiválni, hogyha így apró sikereket érek el. Tehát, hogy így lehet az, hogy tényleg felállítom magamnak azt, hogy most kedv van, akkor én szerdán összetakarítok. És hogyha én tényleg egy gyönyörű rendet hagyok magam után, akkor úgy vagyok el, hogy ez egy sikerélmény. Tehát, hogy ilyen apróságok is szerintem iszonyatosan tudják motiválni az embert. Az ilyen munkahelyi sikerek például pedig különösen. Milyen apró motivációs trükköket tudnám még esetleg javasolni? Ami tényleg ilyen kézzelfogható, akár saját magadnak, akár a környezetedből kiindulva. Ez egy nehéz kérdés, mert minden embert más tud motiválni. Tehát ez így, ahogy a személyiség típusokat le tudjuk bontani, ezek is különböző kérdések, hogy valakit az motivál, hogyha hajnalba felkel és elmegy kocogni. Na, én ott halnék meg. De valakinek motiváció a reggeli kávé, vagy energiaital, vagy az önmagában, hogyha a kedvese mellett ébredhet fel, és ez már feldobja a napját, már erőt ad neki, hogy na, akkor menni fog az a vizsga, menni fog a főnökkel a megbeszélés, menni fog annak a bizonyos kollégának az elviselése. Tehát ez mindenkinek teljesen más. Én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy megkeresse az ember, hogy önmagában egyénileg mi az, ami motiválni tudja, mi az, ami ad neki, amitől mondhatjuk így is, hogy erősebbnek érzi magát, tehát érzi ezt a fajta gyerünk érzést, és ezeket felállítja, szintén azt mondom, nem baj, ha összeírja, ugye a szó elszáll, az írás megmarad, és ezeket követi. Arra még nem válaszoltál, hogy neked van valami olyan motivációs trükköd, ami beválik, tehát mondtad, mindenkinek más. Ami nekem válik be? Ami neked, igen. Nekem beválik a munka, mint motiváció. Például én kicsit munkamániás vagyok. Beválik az, hogyha tudom, hogy az elvégzett dolgaim után, amiket mondjuk nem szívesen csinálok, például egy egyetemi vizsga, azután mondjuk elmehetek vadozni, ez nekem egy nagy szenvedélyem, vagy összességében találkozhatok, vagy most inkább csetelhetek a barátaimmal. Nekem ezek az ilyen, meg az élet apró örömei. Tehát igazából nekem örömet tud okozni egy finom tea, egy jó étel, egy jó film, egy jó könyv. Engem itt talán ezek motiválnak.
Hát engem igazából a zeneszámok nagyon tudnak például motiválni. Uh-huh. Szerintem ez sokakat motiválhat, hogyha így megtalálják azt a zenekart, akik nagyon passzolnak hozzájuk. Nekem ez például a Use Me, úgyhogy én mindenkinek kívánom, hogy találja meg a saját Use Me-ját. És most a nézőkhöz szólnék egy picit, hogyha van olyan motivációs tippetek, ami nektek beválik, akkor írjátok meg kommentben, hát a segíthet akár másoknak is. Mi meg szerintem haladjunk tovább azzal, hogy ugye ebben a járványhelyzet okozta kicsit depresszív, kicsit bizonytalanságban, teljes időszakban, még nehezebb motiváltnak érezni magunkat. Tudsz erre esetleg valamilyen extra tippeket mondani? Illetve mit veszel észre a környezetedben? Motiváltabbak? Nem, most ez a járványhelyzet a lehető legrosszabbat váltja ki az emberekből. Tehát, ha csak megnézzük a közlekedést, tehát az biztos, hogy rádudálnak az emberre. Esetleg mi is dudálunk, nagyot fékezünk, tehát, hogy érződik a feszültség, ami az emberekben jelentkezik. Azt gondolom, hogy azt tud minket jelenleg motiválni, hogy megtartjuk, vagy igyekszünk megtartani azokat a személyiség struktúrákat, azokat a napi struktúrákat, amiket eddig vittünk. Tehát most nyilván sokan dolgoznak home office-ban, de mégis, hogy oda tegye magát. Teszem azt mondjuk, felöltözik úgy, mintha már az öltözködésről beszéltünk, hogy felöltözik úgy, mintha tényleg a munkahelyre menne be, és mondjuk nem trikóba, meg mackónadrágba kezd el dolgozni. Tehát önmagában az a fajta struktúra megmaradjon, ami azt a biztonságot adja nekünk, azt a stabilitást, amit eddig megtapasztaltunk a mindennapokban. A szemetet is ki lehet vinni nagy estélyben, ugye? Vannak ilyenek. És hogyha már ugye motiváció a téma, mennyire követsz motivációs trénereket? Mi a véleményed róluk? Megmondom őszintén, nem igazán követek motivációs trénereket. Az fix, hogy valamit vannak, akik jól csinálnak, hiszen hatalmas cégek, gigacégek alkalmaznak motivációs trénereket, coachokat, különböző szakembereket. Én azt gondolom, hogy egy motivációs tréner és motivációs tréner között is van különbség, mint mondjuk egy kőműves és egy kőműves között, vagy nem tudom, egy sofőr és egy sofőr között, vagy bármilyen szakmát mondhatnék. Azt gondolom, hogy aki jól csinálja, azt tényleg jól csinálja, aki tényleg az emberrel akar foglalkozni, nem ilyen könnyű pénzkeresési lehetőséget lát, vagy nem a saját, nem tudom, exhibicionizmusát próbálja ezzel felszínre hozni, vagy kinyilvánítani. Tehát vannak jó motivációs trénerek, akik tényleg tudnak és akarnak is tenni, illetve azt gondolom, hogy maga a motiválás egy jó módszer. Másik dolog, hogy úgy motiváció, tényleg, ahogy mondtam, motivációs tréner és motivációs tréner között is van különbség. Szerint akkor vannak jó motivációs trének és kevésbé jó. Abszolút. Hogyan tudunk eligazodni? Hiszen, hogyha valakinek ilyen nagyobb motivációs löketre van szüksége, akkor így általában könnyebben befolyásolható. Ezt saját magunkon is észrevehetjük, hogy amikor kicsit szomorúbbak, depresszívebbek vagyunk, akkor könnyebben lehet minket manipulálni akár. Hogyan válaszunk szerint egy jó motivációs trénert akár, vagy jó motivációs akármit? Visszakérdeznék, hogy te hogyan választanál? Hát én megmondom őszintén, ez tényleg csak ilyen egyéni vélemény, én világéletemben ki nem állhattam az ilyen motivációs idézeteket. Én, hogyha esetleg ilyen tudóstól van, azokat elolvasom, de az, hogy valaki mond valamit, nekem azok sosem jöttek be. Én mindig inkább megpróbáltam így saját magam kitapasztalni azt, hogy nekem mi a jó. Nekem a zeneszámok, a dalszövegek az én motivációs trénereim, úgyhogy én nem választok sehogy sem. Viszont én ezt el tudom fogadni, hogy van, akiknek ez segítséget nyújt. Viszont sajnos tényleg az a problémám a sok motivációs trénerrel, hogy kihasználják ezt az elesettséget. És akkor ezért próbáljuk meg a nézőket egy kicsit felvértezni valamilyen tudással, hogy akkor hogyan próbáljuk meg kiszűrni azokat, akik tényleg nem nekünk akarnak segíteni, hanem saját maguknak. Azt gondolom, hogy figyelünk. Tehát, hogyha meghallgatunk egy előadást, és tényleg ott vagyunk, oda koncentrálunk, akkor látjuk azt, hogy melyik az a motivációs tréner, aki teljesen, ahogy te is mondtad, az ember önbizalom hiányára, kicsit elesettségére, nehezebb időszakában megélt frusztrációra akar hatni, és ezáltal pénzt kicsikarni azzal, hogy na, ha érdekel az előadás további része, akkor vedd meg a lemezt, vedd meg az e-bookot, akármi. És kik azok a motivációs trénerek, akik mögött tényleges tudás van, mert vannak motivációs trénerek, akik jó nevű pszichológusoktól, pszichiáterektől, szakemberektől vesznek gondolatokat, vagy még messzebbre mennék, mondjuk a múltban élt sztoikus filozófusoktól. Tehát azt gondolom, hogy érezni lehet, hogy ha tényleg odafigyelünk, és nem odafigyelünk arra, hogy mi az, ami megfog minket, és elgondolkodtat, és mi az, amit hallani akarunk.
De azért, hogyha egy nagyobb méreteket ölt ez a motiváció hiánya, akár depresszióba torkolik, akkor inkább szakembert keresünk fel, nem? Igen, mindenképpen inkább szakembert. Szerintem egy nagyon fontos téma az, tehát engem nagyon tud motiválni az is, a környezetem. Az, hogy mások milyen hatással vannak rám, akár egy munkakörnyezet, például az Egyetem TV-nél nagyon jó munkakörnyezetben vagyok. Hogyan tudunk motiválni másokat? Ez is egyéni, azt gondolom, hogy hogyan tudunk hatni a másikra motiválásképpen. Azt gondolom, hogy néha egy jó szó, az nagyon sokat tud segíteni. Egy olyan cselekedet, egy apró gesztus. Önmagában azt, ha megkérdezzük a másiktól, hogy hogy érzi magát, vagy hogy jól vagy, tehát hogy érezze a másik a figyelmet, esetleg elismerjük a munkáját, hogy jó, hogy itt vagy, köszönöm, hogy segítesz. Vagy maga a jutalmazás is lehet egy ilyen tendencia, hogy mondjuk, ha egy vezető szerepet töltünk be, akkor mondjuk időnként, nem tudom, meghívhatjuk a beosztottjainkat, a munkatársainkat, és ezzel is kifejezzük a nagyra becsülésünket. Magánéletben pedig azt gondolom, hogy most abban nem menjünk bele mondjuk egy párkapcsolatba, hogyan lehet a másikat motiválni, mert jól tudjuk, de én azt gondolom, hogy tényleg néha egy jó szó, egy kedves gesztus az mindenképpen segít. Ha már a vezetőket említetted, nekem például volt olyan tapasztalatom vezetőkkel, akik hát így nem is próbálták meg motiválni a dolgozókat, hanem inkább így a megfélemlítése hagyatkoztak. Ez például szerintem egy iszonyatosan rossz motiváció, tehát ilyen munkakörnyezetben szerintem senki sem akar dolgozni, és nagyon rossz az, hogyha valaki vezető, és csak a hatalom az, ami érdekli, és nem tud mással operálni, mint a megfélemlítés. Szerintem ez, amit mondtál vezetőknél, nagyon fontos az, hogy valamivel motiváljuk a jó szó, a dicséret, hogy attól még, hogy valakinek elismered a munkáját, attól még te megmaradsz a vezetői titulusodban, és attól még nem fog csökkenni a te, nem is tudom, a renomét, mondjuk, igen. Úgyhogy szerintem ez tényleg nagyon fontos. Még egy kicsit térjünk rá erre, ha már így a munkánál tartunk, hogy home office-ban hogyan tudjuk akár vezetőként motiválni a beosztottjainkat, akár saját magunkat arra, hogy már pedig otthon is leüljünk, és ugyanúgy csináljuk meg a munkánkat, mert sajnos ez sokaknak azért nehézséget okoz. Vezetőként úgy tudjuk motiválni a beosztottjainkat, hogyha megerősítjük abba, hogy úgyis nagyon értékes a munkájuk, amit csinálnak, kitartásra késztetjük őket, hogy igen, itt van ez a járvány, itt van ez az időszak, de a mi biztonságunk érdekében van ez az egész, hogy úgyis értékes a munkájuk, hogy a számítógép előtt ülnek. Tehát egy kicsit ezt a fajta lélektartást, vagy nem is tudom, hogyan mondjam, a kitartást preferálni és ebben segíteni, saját magunkkal kapcsolatban pedig, hogy ugyanúgy csináljuk az életünket, ugyanúgy megtartjuk a sajátságainkat, a szokásainkat, és hozunk be esetlegesen olyan új szituációkat az életünkbe, amiket nem tehettünk meg a járvány előtt. Azt gondolom, hogy ez is motiváló lehet. Róka László egy korábbi beszélgetésünkben azt mondta, hogy fogadjunk örökbe egy állatot, az nagyon motiváló lehet a home office időszakban. Szerintem tényleg így van, én nagyon örülnék, hogyha megtehetném. És te mivel motiválod magad az otthon lét során, akár a home office-ban, hogyha home office-ban dolgozol? Kitűzök kisebb célokat. Tehát most például főzni tanulok, mert eddig még egy meleg szemücset is képes voltam odaégetni. És most már a rántotta megy? Allergiás vagyok a tojásra, úgyhogy nem próbálkoztam. De akkor a műzli. A műzli az megy, az működik. A ügyes műzli... vagy. Köszönöm. Mindig jó az elismerés, már is motiváltabb vagyok. Ennek örülök, szemétettem a napodat. Abszolút. Tehát én most meg akarok tanulni egy-két dolgot főzni, vagy őszintén szólva még ez a kicsit talán gyerekesénem megvan, hogy nagyon szeretem a videójátékokat, tehát tudom, hogyha végeztem a munkával, végeztem a tanulmányokkal, akkor egy kis videójáték az belefér, tehát engem ez szerintem is... sokaknál. Engem ez nagyon tud motiválni, illetve nagyon sokat vagyok a kutyámmal, ha már ez szóba jött, tehát ez a kis jószág engem nagyon motivál és sokat tud adni. Kis boldogsághormonokat adnak. Igen. Hát köszönöm szépen ezt a sok hasznos tippet, reméljük, hogy motiváltuk a nézőket. Én köszönöm. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsetek el kommentelni és követni minket a YouTube csatornánkon. Tartsatok velünk a következő epizódban is. Sziasztok!